Szeretettel üdvözlök minden mancsocskát, kicsit és nagyot egyaránt. A Családok Napja alkalmából hoztam nektek egy szép kis marionett rókát. Két méretbe, ugye egy felnőtt rókát és egy gyerek rókát. És hogyha még csináltak hozzá egy-két gyereket, illetve egy-két felnőttet, akkor már egy szép nagy család fog kialakulni ezekből a rókácskákból, szép nagy családban élnek. Elmondom, hogy mire lesz szükségünk az elkészítéséhez. Ugye egy marionett rókát mondtam. Nézzétek csak, ez a lába tud lépegetni. Tehát először is, ahogy látjátok, ez papírkurigából készül. Ugye a nagy az egy teljes papírkurigából, a kicsi meg ennek a feléből. Na most meg fogom nektek mutatni, hogy hogy kell a rókát csinálni, jó? Először megcsinálunk egy rókát, a fejét. Itt látjátok a sablonokat. Itt látjátok, ezek lesznek majd a lábai. Itt van az ollók, ugye nagy olló és kis hegyes olló a kilukasztáshoz. Fekete filc tollak, fekete ceruza. Zsineg vagy damil. Én zsineget fogok most használni, mert hogy jobban látható, hogy hogyan is építjük fel a róka mozgató elemeit. Vagy ilyen papír szívószálat használtok, vagy műanyag szívószálat, vagy pedig hurkapálcát. Ezt fogjuk ketté törni, és látjátok, hogy ez egy piros-fehér, ilyen papír szívószálból készült, de lehet mondom hurkapálcából is. Narancssárga, illetve fehér papír, ragasztó, benne ecsettel, és ragasztópisztoly. Akkor el is kezdjük a nagy rókát, csak megmutatom, megcsinálunk egyet, jó? És akkor a kis rókát, azt majd megcsináljuk ilyen marionett figurára. Akkor elkezdjük a rókát csinálni. Először is kell nekünk egy narancssárga papír, vagy ilyen narancssárga, vagy pedig ez a sötétebb. Én most ilyen világosat hoztam. Megfogjuk a gurigát, így hosszába tesszük az asztalra, fogunk egy fekete ceruzát, kicsit arrébb rakom, hogy jobban látszódjon, hogy hova rakom gurigát. Kicsit a szélétől beljebb rakom. Ráhelyezem a papírra, kicsit a szélétől lejjebb bejelölöm, és vagy azt csinálom, hogy ollóval végigvágom, végighúzom vonalzóval, vagy pedig mutatok egy másik trükköt. Látjátok, ez az én jelölésem. Ezt direkt csináltam így. Így meghajtjuk, pont a jelölésig. Behajtjuk, szépen lekörmöljük, megfogjuk, és szépen így a hajtás mellett kicsit elfele, egy kicsit lefele húzzuk. A másik tenyerünkkel meg teljesen rá nehézkedünk, hogy el ne mozduljon. Így. Ezt félre is rakjuk, ezt a papírt. Felhúzzuk az ujjunkra a gulikát, kicsit belemártjuk az ecsetet, és hogy ne tocsogjunk a ragasztóba, ugye az ecsettel húzunk egy vonalat, így szépen, így hosszába, csak ilyen keskenyet. Megfogjuk a papírt, ráhelyezzük, úgyhogy mind a két végénél, látjátok, tollóg. Így, szépen. Másik, kicsit rányomkodjátok. Másik kezünkkel belegörgetjük. Felesleges papírt, meg fogjuk az ollót, és így levágjuk egyenesen. Jó, még mindig tartjuk papírt, így a kezünkkel. Megint végig húzunk egy vékony csíkot.
ha nincs rajta elég, akkor teszünk még rá. Nem kell vastag. Csillik csak. Így. Szépen. Így rányunkodjuk. Ha kész vagyunk, akkor fogjuk az ollót a kezünkbe, és ezt a részt a gurigáig bevagdossuk. Mind a két oldalon. És látjátok, nem kell túl sűrűn. Tehát nem az, hogy órákig tartson. Kicsit kihajtjuk. Mind a két végén. Ez könnyebb segít nekünk a ragasztásnál. És akkor csak így gyorsan így rákenjük a ragasztót. Így. Hát teszünk még. Jó. Megfogjuk az ujjunkat. Szépen. Én a középső ujjammal csinálom. Szépen itt megbillentem, és behajtom a belsejébe, a gurika belsejébe. Szépen körbe. Jó szorosan így ráhúzom a gurikának a szélére. Így. Most megint megcsinálom a másik felével is. Néha besegített azért a hüvelykujjam is, hogyha így tartottam magam előtt, és magam felé hajtottam be a gurika belsejébe. Ezzel kész vagyunk, fogjuk a narancssárgát, és mivel ugye a nagy rókát csináljuk, itt látjátok a sablonokat, ezek föl lesznek téve az oldalra, tehát le tudjátok tölteni, ki tudjátok nyomtatni. Ezek sablonok alapján tudjátok megcsinálni mind a két rókának az arcát, illetve itt van a farka mind a kettőnek. Most nagyot csináljuk, ezt körbe rajzolom. Meg van az arca. Pofácska helyett az fehérből, de ami még narancssárga, az a farkincája. Jó, ezt félreteszem most, fogom a fehéret. Ezt papírnak a szélére igazítom a mintát. Itt rajzolom körbe. Egyrészt sokkal könnyebb kivágni, másrészt meg spórolunk a papírral, tehát nem pazarlunk annyi kis felesleges fecnét. Másra is fel tudjuk használni. Így. Van. Sőt, az orrocskáját is ki lehet rajzolni, majd ezt be feketével be satírozzuk. Jó, és a farka vége, ő az utolsó elemünk fehérből. Nem baj, hogyha nem sikerül szépen kirajzolni. Ha ilyen nagy lapotok van, és ilyen kis helyre rajzoltatok, akkor fogjátok az ollót, és nézzétek, nagyjából így vágjátok körbe. Így. Ezt a nagyot már félre is raktam. Még ezt is levágom. Így. És akkor csak ezekkel a kis darabokkal kell egyensúlyozni. Most kivágtam a rókának az alkatrészeit, a farkacskáját, ugye itt a farka vége, itt a farka, erre kell ezt majd ráragasztanunk, az orrocskáját, a
két kis pofáját, illetve a zarcocskáját. Most ezt úgy rakjuk össze, hogy fogjuk az arcot, fogjuk a két pofácskáját, és szépen így ráragasztjuk, hogy ennek így meglegyen az íve. Így. Szépen. Hípe legyen. És itt van az orrocskája, ezt meg középre. Így középre ragasztottuk. Most fogjuk a fekete filctollat, és beszínezzük. Ha ezzel kész vagyunk, a két fehér pofácska fölé megrajzolunk ilyen gombszemeket, illetve, hogyha valaki szeretné, akkor mozgó szemeket is ragaszthat a helyére. Megvan az arcom, ezt majd ide fogjuk szépen ragasztani, így, félkörnyűben. A farkát pedig úgy csináljuk meg, hogy ezt a kis fehéret, ezt beragasztózunk. Így. És ide illesztve ebbe a csúcsba szépen felragasztjuk. Így. És hogyha készen vagyunk, akkor már csak ide kell vigyeztenünk. Ennyi a rókának az elkészítése, ugye a feje, meg a farka. Hasonlóan kell megcsinálni a kicsit is. Megmutatom most, hogy csináljuk meg a marionett figurát belőle. Ugye az első feladatunk az, hogy veszünk két ilyen... Én most két ilyen papírszívószálat veszek, de lehet hurkapálca is, kinek melyik tetszik. Ugye itt van a helye a kezének, ezt ilyen hegyes kisollóval, ha kell segítség, akkor kérjetek bátran otthon, hegyes kisollóval kilukasztjuk mind a két oldalon, ez lesz a keze helye. Itt is kilukasztjuk alul, ez pedig a lába helye lesz, és majd lesz egy középen is, mutatom, hogy. Ez itt. Mondjuk ez nem nagyon látszik, mert damilból van, tehát a damil elég átlátszó. Azért hoztam ilyen zsineget, hogy jobban látjátok majd, hogy mit kell, mit hogyan kell majd csinálni. Az első feladatunk az lesz, hogy ugye még rajta van a gombolyagon, megfogom a végét, és csinálok rá egy bogot. Ha van nektek nagy gyöngyötök, ezeket nem is mondtam, ezek tulajdonképpen ezek súlyok. Láthatjátok itt is a rókának a kezevékét, illetve a talpán ezeket a kis kavicsokat, amiknek súlya van. Lehet bármilyen nagy gyöngy, vagy kavics, vagy műanyag gyöngy, vagy akármi. Így. Ha elég nagy a luka, akkor át is lehet húzni és rákötözni, de lehet olyat is, hogy ragasztó pisztollyal oda ragasztjátok. Most megcsináljuk a rókának a kezét. Ennek a végére csinálunk egy ilyen bogot. Így, kettőt is, ha gondoljátok, hogy nagyot szeretnétek. Levágok egy körülbelül 15 centi hosszú darabot belőle, így.
beledugom, megnézem, hogy körülbelül ilyen hosszú lesz a kezem, és ide csinálok még egy bugot. Körülbelül olyan 4 centivel följebb. Átdugom. Látjátok, az egyik keze már kész is. Most átdugom a másik lyukon. Így. Ide is csinálok egy bugot. És azt majd ráhúzom a lukra. Így. Megvan, ami tartja a kezét. Most a másik végére is megcsinálom, és ez lesz a mancsa. Erre fogjuk rá dolgozni ezeket a gyöngyöket, a súlyokat. Kész is van a keze. Levágom a fölösleget. Így. Kész van a keze a rókának. Megcsináljuk a lábát. Bocsánat, ez egy kis darab volt. De ezt viszont két különálló darabból alkotjuk meg. Mondjuk legyen ilyen hosszú a lába. Ezt is megmérem, hogy ez is olyan 13 centi. Egy kicsit följebb levágom. Beledugom a lupa végét. És elkötöm. Kész van mind a két lábom, kész van mind a két karja. Most fogjuk a kupakokat, a műanyag kupakokat, és ezeket vagy egy éles tűvel, egy nagyobb testvért, vagy egy szüleid közül valamelyiket kért meg, hogy lukasszák át neked, vagy egy éles ollóval szépen kilukasztjuk a közepét, és áthúzzuk ezeket a kis lábakat, ezen a kis lukon. Megfogjuk a lábat, szépen beledugjuk, kicsit fölhúzzuk, és csinálunk rá egy bogot. Vagy kettőt. Attól függ, hogy mekkora lett a luk, nehogy véletlenül átjöjjön rajta. Bár hogyha rátesszük a súlyokat, ráragasztjuk a súlyokat, akkor nem fog kicsúszni. Megvan a két láb. Most fogjuk kavicsokat, és szépen ide bele fogjuk ragasztani. Ezek lesznek a súlyok. Kisebb kavicsok is lehetnek, nagyobbak is. Csak férjenek bele a kis kupakba. Így. Lába megvan, és most a keze végére is ráragasztunk kis súlyt. Most mind a négy végtagjára megkötöttem a zsineget, ugye a két kezére és a két lábára, valamint ide középre, látjátok itt belül a két keze között. Most, hogyha a két kezét leszorítom, lóg a lába,
akkor a zsénegéket fölfelé húzom, és egyenlő hosszúságba kell, hogy legyen, így. Lefektettem a rókát, és a két lába egy külön szívószálon lesz, meg a két keze is a középen lévővel együtt. Jó, akkor ez az egyik lába, ez pedig a másik lába. Megfogom a szívószálat, összefogom, így. Kicsit távolabb egymástól. És rákötözöm. És most észen is vagyunk. Ha ez egy kicsit hosszú lett, akkor picit még rátekerjük egy párszor. Középső is hosszú. Itt tudunk játszani vele. Középsőnek lógni kéne mind a két kezének. Úgy. Akkor megfogjuk, párszor megcsavarjuk. Tőzzük. Így. Fölöslegeket levágjuk. Ez a kicsi a róka. Félre rakjuk. Szegénykék még igen esetlenül mozognak. És ez a nagy róka, aki mozgatja kezét, lábát. Remélem tetszett mindenkinek az ötlet. Bemutatom Vukot és Karakot. De hogyha gondoljátok, akkor csinálhattok például egy lányrókát, ide tudtok neki rajzolni egy kis aranyos kis virágot így a fületőjébe, és már is kész egy lányróka az anyuka. De ugyanakkor lehet csinálni kicsibe is, és akkor egy családban lesz egy fiú is, meg egy lány is. Szép nagy családot tudtok alkotni velük. Remélem mindenkinek tetszett az ötlet. Hogyha szeretnétek még ilyen jópofa kis kézműves ötleteket látni, iratkozzatok fel a csatornánkra. Szeretettel látlak benneteket, kontaktus foglalkozásainkban is. Sziasztok!